Zsúfolásig megtelt november első hetének derekán az Erdélyi Református Múzeum padlásterében kialakított díszterem diákokkal, előadókkal, egyházzenei szakértőkkel és a muzsika ezen sajátos műfajának kedvelőivel. Bevezetőben dr. Péter Éva egyetemi docens, az egyházzenei konferencia szervezője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gyenge János, az Erdélyi Református Egyházkerület tanácsosa tartott rövid áhítatot. Ezután ünnepi pillanatra került sor. Dr. Lukács Olga, a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti karának dékánja köszöntötte a konferencia első előadóját, Dávid István orgonaművészt, aki pont ezekben a napokban töltötte 70. életévét. Ez alkalomból átnyújtotta neki a kar gondozásában megjelent kötetet, amiben jelen konferencia előadóinak írásai olvashatóak. A kerek évfordulóját ünneplő jeles egyházzenész és orgona szakértő munkásságát a konferencia társszervezője, dr. Papp Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja méltatta. Ezután a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti karának diákjai szólaltattak meg több szólamú református egyházi énekeket Toadere Kovács Dalma egyetemi oktató vezényletével. Ebből a 70 esztendőből hányat szentelt az orgonának, ugye a hangszerek királynőjének? Hát zenével való foglalkozásom az 7 éves koromban indult el, és amikor a kamasz odáig nő, hogy a lába elég hosszú és leírja az orgonapedált, akkor már elkezd az ember kíváncsiskodni. Többször volt, hogy helyettesítettem a Farkas utcába a László Dezsőné Éva nénit. Ugyanakkor az orgonával való komoly ismerkedésem az Zeneakadémián indult el. Ez a hangszerrel való ismerkedés, a hangszer belsejével való ismerkedést és a hangszer történetével való ismerkedést egyaránt jelentette. Na most én úgy tudom, hogy aki orgonista, tehát orgonán művészi szinten játszik, az annak az embernek a zenei tudása, a szakmai tudása sok esetben meghaladja a más hangszer művészekét. Hát az orgon egy rendkívül komplex hangszer, és mindig a zenében kell gondolkozni, ugyanakkor egy gépet működtetünk, úgyhogy ezen mindig túl kell lépni. Az orgona az történetében is egy 2000 éves hangszer, mint keresztény hangszer több mint 1000 éves, úgyhogy ezt mindig szem előtt kell tartani. Az, hogy több lenne másoknál, ezt nem merem állítani. A saját szerénységében kell létezni az orgonának és orgonistának is, egyfajta szakrális térben és egyfajta szakrális processzió közepében. Az elmúlt 63 évben, hogyha jól számolom, körülbelül hány orgonát ismert meg, próbált ki, tanulmányozott, és hány orgonán muzsikált? Én ezt sose számoltam össze, rengeteget. Ezt úgy mondom a tanítványaimnak, orgona ismeretet tanítok többek közt, és az orgona megismerése az olyan, mint az ember ismeret. Újabb és újabb egyéniségeket megismerve gazdagabbak leszünk, és szélesebb lesz a látókörünk. Ha számot kellene mondanom, meg is azt mondom, hogy nem tudnék, hiszen az Erdély orgonáiról szóló könyvben 1040 hangszerről van szó, de hát a koncertek kapcsán sokkal többet ismertem meg. Ez azt jelenti, hogy hát legalább egy olyan 2000 hangszer az, amit láttam. Most a világban szerte szét, főleg templomokban feltalálható orgonák nagyon sokfélék, sokféle méretűek, komplexitásúak, stb.
ön nyilván ismeri a legperformánsabb, leghatalmasabb koncertorgonákat is, meg az apró kis, alig szekrénykényi méretű falusi templomokban található hangszereket. Melyiken zenél szívesebben? Ez nagyon nehéz kérdés, mindegyik a maga nemében egy élményt tud nyújtani, és egy szolgálatért született. Hát a hatalmas hangszerek azok elbűvölőek, a kis vidéki példányok, azok pedig csodálatosak, és történelmet hordoznak. Hogyan lehet kibírni egy gyakorló orgonistának azt a sokszor eléggé mostoha környezetet, amit mondjuk a templomi karzat nyújt, különösen télidőben? Meg kell edződni, és gondolni kell a legfőbb áldozatra is, Krisztusi áldozatra, hiszen ő sokkal többet tett értünk, úgyhogy abból valami nagyon keveset tudunk mi visszaadni. Most nem akarok fellengzős lenni, csak ez mindig a kereszténységnek a szolgálatát jelenti az orgonálás. Az ünneplés után az Egyházzenei Konferencia meghívott szakértői tartották meg előadásukat.